mit is csináljunk akkor, amikor tombol a nyár, és most bizony tombol. 35, 36, 37 fok is van, és erre mondjuk azt, hogy kánikula, meg kell dögleni a hőgutától. Hát, hogy ne kapjunk hőgutát, Tibor úgy gondolta, hogy egy-két hasznos tanáccsal látja el önöket. Én azt hiszem, hogy bőven van mit megfogadnunk. Jó estét kívánok, de először egy kérdés. Kedves néző, mit jelent az, hogy kánikula? Gondolkodott már valaki azon, hogy szó szerint mit jelent az, hogy kánikula? Hát szívem szerint most fölteném a kérdést, és aki megnyeri, választhat valami ajándékot, de szerintem segítség nélkül senkinek nem fog menni. Én is segítséggel jártam a dolog végére. Hát képzeld el, Gloria, mit jelent latinul a canis? Kutya. És a kiskutya? Káni? Nem? Kániculus. Kániculus? Hát, de aranyos. Valami ilyesmi. Tényleg, mert a homunculus az a pici emberke. Igen. Tehát végül is kiskutyát jelent, és hogy honnan ered ez a szó, hát végül is a csillagtudományban olvasható. Annak idején, amikor a igazi nagy kánikulák voltak, akkor úgy május vége és augusztus közepe között volt ez a meleg időszak, és ekkor volt a Szaturnusz, jött be az ég csúcsára, tehát a látókörbe, és a Szaturnuszt nevezték valamilyen nyelven, Kulu, akárminek, de sokkal szebb nekem az a történet, hogy hát ugye a Caniculus az a kis kutya. Tehát a nagy kutya kép és a kis kutya kép, szóval innen eredezendő. De nem is az a fontos, hanem van nekünk egy másik mondásunk, hogy kutya egy meleg van. Uh-huh. És tényleg nem mondjuk azt, hogy kutya hideg van. De bizony, nem mette meg a kutyát. Miért bántjuk szegény Mukit, a kutyát? Hát miért? Hát, hogyha meleg van, az Tibor kutyája, ezt azért hozzá kell tenni, mert különben hát, nem ha tudják. Ha valaki tudná. Ritkán szerepel az adásban. Szóval, lényeg, hogy a kánikula az valóban az az időszak, amikor nagyon csapadékmentes a időjárás, és az átlag hőmérséklet 25 fok fölé megy a napi átlag hőmérséklet legalább 3 napig. Hát azt hiszem, hogy most ezt élvezhetjük már, aki ezt élvezi. Én megmondom őszintén és nagyon halkan, hogy ne bántsanak nagyon, én nem szeretem ezt a nagyon meleget. Nekem az a 28-30 fok egész évben én kiegyeznék vele. De ha már így alakult, hát akkor vannak bizony jó tanácsok. Mindenek előtt mondjuk a rosszat. Na. Nagyon vigyázunk az idős emberekre. Különösen a szívérendszeri betegekre, mert hosszú évszázadok tapasztalata az, hogy ilyenkor sajnos arat a kánikula, és különösen megviseli az első hullám, amiben most vagyunk, ugye, mert azért lesz egy kicsi enyhülés, azt senki nem tudja, hogy mennyi ideig tart az első hullám, mikor lesz majd egy kis 20 fok körüli lecsendesedés, aztán megjön egy kánikula. Augusztusban általában egész augusztus 20-áig szokott tartani. Aztán, hogy 20-a környékén jönnek a nagy viharok, tetszenek emlékezni néhány évvel ezelőtt az augusztus 20-ai budapesti katasztrófát is, de tavaly is augusztus 20-a környékén volt. Hát azt szokták mondani, hogy augusztus 20-ával vége a nyárnak. Tényleg a meteorológiai nyár az tovább tart, de itt Magyarországon, Közép-Európában nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a kánikulának 20-ával vége van. De addig még sokat fogunk szenvedni, vagy örülni. Mindenek előtt azt kérem, hogyha egy mód van rá, most tényleg fokozottan figyeljünk oda arra, hogy minőségi folyadékot fogyasszunk. Minőségi folyadék alatt elsősorban, és most meg fognak kövezni, hogy nem az aloé teját fogom mondani, de elsősorban én most behoznám a természetes vizet, lehetőség szerint a szűrt, tisztított vizet, vagy a nem szénsavas ásványvizet, bár nem vagyok híve az ásványvíznek, mert ugye olyan ásványanyagok vannak benne, amik nem kellátosak, tehát nem szívódik fel a szervezetbe. Egy pici része igen, de a többsége az még talán le is tud rakódni itt-ott amott, és ebből bizony elmeszesedések is vannak, tehát ne vigyük túlzásba az ásványvíz fogyasztás se. Én annak vagyok a híve, hogy
forraljuk föl azt a vizet, a csapvizet, akkor kicsapodik belőle minden, kvázi mint egy steril víz, és vagy csináljunk belőle egy 14 komponensű aloéteját, vagy reggel egy liter vízhez egy evőkanálnyi frissen csavart citromlevet. A citromnak van egy nagyon jó tulajdonsága. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ja, hát én savas vagyok, hát én nem iadok citromot. Pont fordítva. A valódi citromlé, bár savas, mert savanyú, de mégis lugosítja az emésztőtraktusunkat. Ellentétben az ipari citromlével, amely sajnos mindezt nem tudja. Mert hogy nézzenek utána, hogy miből van. Tehát ígyunk nagyon-nagyon sok folyadékot. Ilyenkor minimum, teljesen mindegy, hogy hány éves tetszik lenni, a 2 liter az a minimum. Onnan steigerolhatjuk fölfelé, 2,5, 3, 3,5, akár 4 liter is, ahogy mondja a Glória. Sőt, én nagyon sok olyan fényképet láttam, ahol emberek egy éven keresztül ilyen 3-4 liter vizeket ittak, és fiatalodnak, a bőrük, minden, de sajnos nem hoztam el, nem tudtam, hogy ennyit fogok erről beszélni. Kaptam olyan képeket is, éppen remélem önök között ülő kedves nézőnktől, aki megfogadta tavaly a tanácsomat, és pusztán ezzel a bizonyos tisztító aloé tartalmú tejával, persze 14 komponens, ami benne van, az nagyon-nagyon nem mindegy, hogy az is benne van, nagyon szépen leadta a testsúlyát is, bár ő csak tisztításnak kezdte el inni, és annyira ízlett neki ez a finom teja, ami ráadásul baromi olcsó, hogy egy éve folyamatosan ezt issza. Na itt a válasz arra, amikor azt szokták kérdezni, hogy és ezt lehet tovább is inni, mint egy hónap? Én 16 éve iszom. Jó, ez is igaz, hogy nem minden nap. Én nagyon sokféle teát iszom, ilyenkor nyáron például nagyon jó tesz, akár langyosan, akár melegen, akár hidegen. A menta teja, a citromfű teja. Ilyenkor pár cseppet tessék tenni. Nagyon fontos, kérem szépen, a citromot, mielőtt használjuk, testrészes lenni, húha, hát én kikapok, de kimondom, egy olyan tisztító szerrel megmosni, ami maga sem tartalmaz vegyszereket, méreganyagokat, hanem nagyon nagy mennyiségű aloe verát. Ez a tisztítószer gyönyörű szépen citromot, narancsot, citrancsot, mindenfélét, déli gyümölcsöt le fogja mosni. És ez milyen fontos, mert épp a napokban ettem egy almát, és veszem a számhoz, és mondom, milyen büdös a kezem, mit fogtam meg, vasat vagy valamit, majd rájöttem, hogy nem a kezem a büdös, az alma a büdös, mert valamivel kezelik a gyümölcsök héját. Nyilván, igen, hogy szebb legyen, igen, jobb legyen. Meg, hogy ne rohadjon meg. Mintha gépolajjal lett volna bekembe. Az alma sajnos nem magyar származású, ahonnan hozták, lehet, hogy Új-Zélandról, teljesen mindegy, aha, de komolyan, nem viccelek. Tehát Új-Zélandról megéri nekik idehozni Magyarországra almát, íztelenül, ám gyönyörű, szép, piros és jó drága, és a magyar almát pedig nem esszük. Na, mindegy. Tehát, ha már ezt a univerzális vegyszermentes tisztítószert mondtam, akkor igen, kérem szépen, a hal pucolásnál is, például édesanyám még mindig élő halat vettek, és utána ragacsos, büdös volt a kezük. Most, drágáim, szépen ezzel le tudják mosni, tudnák mosni a kezüket, és szagmentes, mindenféle problémamentes lesz a kéz, mert hogy nem csak fertőtlenít, hanem a szagokat is közömbösíti. Tehát, ha már ezt a tisztítószert mondtam, esténként, testrészre, vagy nagy melegbe, persze árnyékba, egy lavor vízbe beletenni ebből a univerzális vegyszermentes tisztítószerből néhány löketet, a higított változatból, és a lábakat beletenni. Néha letetszik hajolni, egy kis törölközőt megnedvesíteni, lehet a vállakra tenni, combra, a tarkóra, homlokra, persze ne nagyon sokáig, mert ez is okozhat enyhe megfázásos tüneteket, például a húzat. Nyáron ugyanúgy meg lehet fázni, mint télen. Úgyhogy tessék vigyázni, hogy ne csináljunk nagy húzatot a lakásba. Persze este nagy húzatot tessék csinálni, ne csapkodja az ajtót, ablakot a szél, illetve a cúg, a húzat, de kiszellőztetni, hogy éjszakára
ugye este már lehűl a kicsit a levegő, olyan 10 óra, 11 óra körül, és aki utolsónak fekszik le, az csináljon még egy jó cúgot, hogy jó legyen az alvás lakótelepeken, a belvárosban és különböző ilyen helyeken. Ha már itt a láb áztatásról beszélünk, ilyenkor püffednek, ödémásodnak a lábak, a bokák. Erre is nagyon-nagyon szépen kérem, hogy lehetőség szerint ezt a borogatást tegyék fel, de erre már azt a fajta folyékony szappant tegyük, amely szintén nagy mennyiségű aloét tartalmaz. Miért kell nekem mindig az aranyos, kedves aloé? Hát azért kérem szépen, mert ez az a növény, ami a bőr 7 rétegén lehatol, leviszi a 240 féle hatóanyagot, és ez fogja ezt az ödémás területet amennyire lehet kitakarítani a szmötyit, és bevinni a hasznos anyagokat, és pihentetni, és vitalizálni. Nagyon-nagyon jót tesz, akár nappal, akár bármikor. Ha már a mosakodásnál tartunk, természetesen ilyenkor sokkal többször kell mosakodni, vagy még inkább zuhanyozni, és a mosakodás, zuhanyozás után testrészes lenni, megtörölközni. Én magam is hajlandó vagyok arra, hogy kiugrok a vízből, és nem törölközöm meg, mert jól esik az, hogy most így megszárad a testem. Igen ám, de az intim helyeken nem. És ott kérem a hölgyeknek is, uraknak is persze, meg a lábujjközök is, képesek a gombás problémák kialakulni. Tehát ilyen esetben feltétlenül kell a törölköző. Egyébként most olvastam éppen egy híranyagot, hogy lebukott a kézszárító gép, hiszen több vírust visz rá a kézre, mint hogyha egy, ugye vannak ilyen papírtörölközők, azzal törölnénk meg a kezünket, vagy egy papírtörölközővel. Ja, tehát amit a mellékhelységekben ez a levegő fújós. Igen, a nyilvános helyeken a levegő fújós. Hát kiderül, hogy többet árt, mint használ. Jó, nem kell pánikot kelteni, mert azért senki se fog ettől megbetegedni, de hát végül is azért mosom meg, hogy ne legyen vírus, baktérium, stb. Itt meg a gép fújja rá. Tehát úgy működik, mint a légkondicionálók, hogy megül benne a baktérium, majd ráfújja a kezünkre. Nagyon jó. Pontosan. Erre még nem gondoltam. Jó, de arra itt van a szappan, amit én nagyon ajánlok, és a jó Isten megteremtette nekünk a Frotir kis törölközőket, amit ki is lehet mosni, ne papírtörölközőt használjunk, kérem szépen. Miért? Mert a papírért ki kell vágni a fákat, és védjük a természetet. Én nagyon zöld vagyok, még ha elég öregecske is ahhoz, hogy zöld legyek, de belülről zöld, mert én védem a természetet pici gyerekkorom óta. Na most, ha már megtörölköztünk, nem érdemes esetleg, ha tudjuk, hogy strandra megyünk, vagy olyan helyre, hogy egy zuhanyozóba, előre használni aloét, hogy megelőzzük a gombás fertőzéseket, vagy nem lehet? Hát most akartam mondani, de gondolatolvasó vagy, hogy amikor befejeztük és megtöröltük a lábujjközöket, vagy az intim részeket, kérem férfiak, ne tessék szégyelni, elő az aloé és propoliszos krémmel, hölgyek, mell alatt, lábköz, intim részeken, kis krémmel bekenni, nagyon-nagyon jó lesz, mert nagyon sok olyan gombás fertőzésnek veszük az elejét. Sajnos rengeteget láthatunk ilyet képeken, orvosi könyvekben, mindenhol, hogy a lágyék környékén egész tenyérnyi részek, piros vagy barna foltok vannak. Ez speciális gomba elszaporodása, amit például ilyen propoliszos aloé krémmel meg lehetne szüntetni és előzni. Na most van, aki nem szereti a krémet. Én hiszem, akkor spritzni, hogy jó. Spritzni. Akkor a spritzni, mint a legjobb háziszer. 14 féle gyógynövényből készül, és az maga az alapja az aloé, és megint ismétlem, örökké ismételni fogom, az aloé az, ami a bőr 7 rétegén keresztül leviszi ezt a 14 féle hatóanyagot, ami természetesen a bőr minden területén, a hajszál végétől a láb közökig, mindenhol kifejti ezt a regeneráló, vitalizáló, megelőző, megoldó gyakorlatát. Na most, hogyha lezuhanyoztunk, megfürödtünk, stb., megtörölköztünk, bekentük, amiket kell. Még egy muszáj mondatot, hogy nem csak lábgombák vannak, hanem hüvelygombák, sőt, végbélgombák is, és akinek bárhol van gombásodása, bárhol,
ott mindenhol testrészesen használni a spritznit is, tehát a 14 komponensű aloe sprét is. Amikor az felszívódott, akkor utána a propoliszos aloe krémmel bekenni. Nagyon nagy valószínűség szerint a problémának elejét vesszük, vagy a megoldását is megtalálhatjuk ezzel. Pici babáknál ugyanúgy. Kimegyünk. Mi van akkor, ha nincs nálunk? Kimegyünk a szabadba, igen. Mindenképpen a dezodort használjuk. Ha máskor nem, hát nyáron muszáj. Miért? Akkor is fogok izzadni, hallom, mint a fülemben. Természetesen fog izzadni, de nem lesz büdös. Izzadni jó, izzadni kell, izzadni hozzá kell szokni, hogy izzadunk. De nem leszünk testszagok, nem leszünk kellemetlenek. Ugye? Miért? Azért, mert az aloé egyik tulajdonsága, hogy baktériumölő, jó? Tehát vírusölő, gombaölő, baktériumölő, csírölő, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, vérzéscsillapító, pórus összehúzó hatású, sejtregeneráló, nem tudtam elmondani egy levegőre. Tehát a dezodor a tejsav baktériumok elszaporodását fogja indukálni, illetve nem engedi, hogy elszaporodjanak a tejsav baktériumok, és ezért nem lesz testszagunk, mert végül is a erjedt, vagyis avasódó tejsav baktériumok okozzák ezt a csúnya büdös szagot. Arról már nem beszélve, hogy tényleg az intim részeknél ilyenkor nagyon-nagyon csúnya dolgok tudnak lenni. Tessék csak megnézni bőrgyógyászattal foglalkozó könyveket, vagy a bőrgyógyászokat megkérdezni. Amivel még be kell kenni a testünket, ugye a szabadon lévő területeket, elsősorban arc, homlok, kopasz emberek fejteteje, ezért jó például a spré, mert ott nem lehet krémmel kenni, hanem így befújom. És minden szabadon lévő területet. De még akkor is, hogyha valaki árnyékban van. Örök szabály, 10 óra és délután 3 óra között még a teve is az árnyékba megy. Úgyhogy kérem szépen, ne menjenek ki az utcára, vagy ha igen, 5 percnél tovább ne legyenek kint a szabad levegőn, fényvédő anyagok nélkül. Olyan jó volna, ha megszoknánk az ilyen napokon, hogy szalmakalap, vagy simlis sapka. A simlis sapkának csak azt a változatát, amely ki van luggatva, hogy a levegő a fejbőrt érje. Tudnék, ha befülled, akkor járhatnak úgy, mint én, kedveseim, hogy nem azért hullott ki a hajam, mert kitépte az asszony, hanem azért, mert megfázott a fejbőr, és én kalapot hordtam, és amikor levettem, nagyon meleg volt, és mentem át az Erzsébet hídon, na mindegy, szóval megfázott a fejbőröm, és kihullott a hajam. Tehát kétfélét is ajánlok a napozó szerek közül, az egyik a krémváltozat, 30-as faktorszámú aloé alappal, a 62% stabilizált minőségű aloe barbadensis miller az alapja, és ehhez tették hozzá azokat az anyagokat, amelyek engedik, hogy lebarnuljon, de nem engedik, hogy leégjen. Ráadásul benne olyan anyagok vannak, amik a bőr hidratálását is elősegítik. Nagyon kellemes az illata, és megint miért jó az, hogy a hét rétegbe behatol? Mert nem a bőr felületen van a krém. A nap nem fogja kiszárítani és lefújni, a víz nem fogja lemosni, úgyhogy bent van a bőrben, és bentről figyel, bentről vigyázza a bőrünket legalább 3-4-5-6 órán keresztül, attól függ, hogy mennyit teszünk rá. Nem kell 20 perc fél óránként újra kenni. A spray változat annyival is jobb, hogy ugye a krémnél a kezünk is krémes lesz, itt viszont egyszer ráfújjuk oda, hova kell. Nem ártana akkor is befújni a testet, hogyha csak tényleg kimenjünk az utcára, mert nagyon jó bőrvédelmet csinálna. Most ez a meleg, ami most nálunk van, ugye a száraz, meleg, kontinentális hőség, ugyanezt a Celsius fokot a tengerek mellett, vagy a vízparton jobban elviseljük. Miért? Mert ott párás a levegő, és van általában a tenger, vagy vízparton egy kis fa, stb. Itt a városban viszont tényleg megfölünk a szárazságba. Na most megint azért jó ez, mert hidratál, és a száraz bőrünket egy emberivé teszi, tehát elviselhetőbbé teszi a klímát.
A szájunkkal is nagyon kell vigyázni, hiszen kiszárad, kicserepesedezik, sőt, akik strandra járnak, vagy sokat vannak a napon, maga a nap is ilyen kis hegeket, kis dudorokat hoz elő, ami ki is fakadhat, kellemetlen. Ha ezzel bekenjük, akkor szájzug, szájrepedezettség, száj mindenféle problémáját, vagy uram, bocsán, herpeszt. Na most vigyük magunkkal, amit csak lehet természetesen, akár úsziba, akár vízpartra megyünk, akár csak a kertbe, és használjuk minél gyakrabban, bár mondom, ezek mind olyanok, amik a bőr behatolnak be, és sokáig védik a bőrt. És hát valljuk be, ha semmi más nincs nálunk, de ez a pici nálunk van, na, akkor erre azért... akartam kiukadni, hogy ezt viszont hogyan mondjam el önöknek, hogy testrészes lenni a gyerekeket, már az ébredő agyuk korában megszoktatni arra, hogy óvodába, bölcsibe még nem, de óvodába, iskolába, kisiskola, nagyiskola, egyetem, ameddig gyerekem van, addig gyerekem 60 éves korában is, vigye magával, mert egy egyszemélyes, kicsi egészségcsomag. Leégett a nózika, lehorzsoltam a bőrömet, megégetett a napja, azt már mondtam, megcsípett egy rovar. Bármi probléma van, ezzel azonnal be tudjuk kenni, és vírusölő, gombaölő, baktérium, stb. Hatásának fogva ragyogóan fog segíteni. Befejezésül térjünk vissza még egyszer nagyon szeretett idős emberekhez, nem, majd azt mondtam, hogy betegekhez, nem betegek. Egyszerűen elég az, hogyha valaki idős. És nem mondok életkort, ilyenkor fokozottan folyadékfogyasztás, és lehetőség szerint testrészesen legalább egy fél deci aloét adni ezeknek az embereknek is, és beletenni egy kis zacskónyi 14 féle szív- és érrendszerre ható természetes gyógynövény extraktumot, amiben a 80 mg koenzim Q10-től a kurkuminon keresztül, a magnézium. Tehát minden, ami a szív- és érrendszert minden, segíti ami ebben érrendszer, a nagy melegben igen. dolgozni. De ebben az esetben nagyon fontos például ez a 80 mg perui makából kivont természetes koenzim Q10, amely ugye az ATP-nek, tehát az ATP az a szervezetünk energiaközpontjának a tápanyaga gyakorlatilag, tehát a koenzim Q10 az ATP-t fejleszti, segíti, termeli, stb. És az pedig az energiaközpontunkat, hogy az az ember, aki vitális, tehát mozog, él, mászkál, stb., az kevésbé fog megbetegedni, és kevésbé fogja az infarktus elkapni. Persze nagyon kérem az idősödő embereket, ne dolgozzanak most sehol, semmilyen körülmények között a nap alatt. Még felügyelet mellett sem, még akkor sem, hogyha leégnek a növények, mert sokkal fontosabb az önök védelme. Gyerekeknél ne tegyék ki napozni, még árnyékba se a déli órákba. Testrészesen, bőségesen használni az előbb elmondottakat. Nem szoktam ilyet mondani, de nézzék vissza inkább az ismétlést, ha valamit nem tudnak. Az életükről van szó. És befejezésül a bőr olyan intelligens szerve a testünknek, a legnagyobb kiterjedésű szerv, amely nagyon jó memóriával rendelkezik. Ha valaki tavaly 5 éve, 8 éve leégett, ezek összeadódnak, és egyszer csak kulminál, és bőrrák, vagy melanóma, vagy sok minden bőrprobléma keletkezhet. Testrészesen odafigyelni, élvezzük a nyarat, de ne ész nélkül. Azt hiszem, hogy érdemes Tibor tanácsait megfogadni, és aki még többre kíváncsi, az önöknek kitalált ingyenes egészségklubon vegyen részt szerdán, 2 órakor, csütörtökön este 6-kor. Tudom, hogy ilyenkor meleg van, de Tibornál egy kicsit lehet hűsölni. Most minden nap 9-től 2-ig, amikor még nincs olyan nagy nap, akkor is érdemes lehet jönni. Így van, mert azért ez a 10 óra, most, hogy előbb állítottuk az órát, 11-ig még bőségesen. 9-kor még jó, kellemes idő van, tessék jönni, 9-kor már így van. Kedves nézőink, hát lassan elfogy a tejánk, viszont még egyszer megismétlem, hogy a nagy júniusi klubnapunk, ami egy kirándulás, az június 22-én
11 órakor indulunk a Blaha Lujza térről, Gyömrőre megyünk, a Teremtés házát látogatjuk meg. Nagyon érdekes lesz, csodálatos környezet, bepillantás az indiai kultúrába, az indiai étkezésekbe, lesz hangfürdő, amit mindenki, aki ott van, átélhet, nagyon izgalmas lesz, és persze megköszöntjük, megszeretgetjük a születésnaposainkat is. Kérem, hogy aki szeretne jönni a klubnapra, az hívja a műsor telefonszámát 0620 9 340 330. Mindenkit szeretettel várunk. Kövessenek minket a Facebookon, Tea Glóriával az oldalneve, és nézzék meg honlapjainkat, és természetesen az ismétléseket is. Ezennel ünnepélyesen a mai nap utolsó korty tejáját megiszom, de jövő héten várjuk Önöket. Egészségünkre! Nekem van még.